Örökséget címmel. Önnél a szó, alelnök úr. Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnök úr, tisztelt és kedves képviselőtársaim. Régi hagyományunk, hogy időről időre megemlékezünk olyan történelmi eseményekről, olyan egykor köztünk tevékenykedő országgyűlési képviselőkről, amik és akik döntő hatást gyakoroltak hazánk fejlődésére. Ehhez a hagyományhoz illeszkedve jelentkeztem ma a felszólalásra, hogy megemlékezzek az éppen ma 100 esztendeje született Izsépi Tamásról, a rendszerváltás egyik meghatározó politikusáról. Egy olyan kereszténydemokrata államférfiről beszélek, akinek művetségét, tisztességét és szakmai felkészültségét pártállástól függetlenül elismerték. Izsépi Tamás a felvidéki Barancson látta meg a napvilágot. A miskolci gimnáziumi tanulmányait követően a Pázmány Péter Tudományegyetem jogtudományi karán 1946-ban diplomázott. Mint fiatal ügyvéd megismerkedett a keresztény-szociális és keresztény-demokrata eszmékkel, Barankovics István és a Demokrata Néppárt politikájával, de a véres kegyetlenséggel előretölő kommunizmus politikai teret számára már nem akart biztosítani. Sőt, mivel az 50-es évek elején még politikai indítatású perekben is védőként szerepelt, 1952-ben, mint fasiszta klerikális ügyvédet és osztályidegent kitelepítették Hortobágy Borsós tanyára. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben is képes volt meglátni a szépet a hortobágyi napfelkeltében, és meglelni a juhaklok árnyékában is a szerelmet. Az internálásból visszatérve segédmunkásként dolgozott, majd a rendszerváltásig újra ügyvédként tevékenykedett, principálisként ifjú ügyvédek sorát nevelve. 1988-tól korát meghazudtoló lendülettel kapcsolódott be az ellenzéki politikába. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési képviselőjeként és az igazságügyi minisztérium politikai államtitkáraiként számos meghatározó javaslatot, köztük kétharmados törvényeket vitt sikerre. Szinte a rendszerváltás teljes jogalkotása átment a keze alatt. A teljesség igénye nélkül néhányat felsorolva, az alkotmánymódosítás, az alapszerződések a szomszédos államokkal, a kárpótlási törvény, a polgári törvénykönyv reformja, a komplett igazságszolgáltatási reformcsomag, a szellemi tulajdon védelmének piacgazdasági körülmények közötti megteremtését célzó rendelkezések, valamint az állampolgári jogok biztosa intézményének létrehozása. Egyik legnagyobb sikerének mégis az egyházak ingatlan rendezési törvényét tartotta, melynek köszönhetően egyházi iskolák alakulhattak, és a különböző felekezetek pedig visszakaphatták ingatlanjaikat. Frakcióvezetőként is kemény és célra törő volt. Vita közben soha nem ment fejjel a falnak, mert tudatában volt, hogy az esetek többségében saját szófordulatával élve kis felemelkedettséget követően egy probléma jobbról is és balról is megkerülhető. Kereszténydemokrataként vallotta, hogy maradandót csak szilárd elvi alapokon, de ésszerű kompromisszumokkal lehet megteremteni. Ahogy fogalmazta, a kereszténydemokrácia hagyományos keresztény értékeket, kipróbált elveket és Európában sikeresnek bizonyult politikai gyakorlatot jelent. Vallotta, hogy a közjó tisztelete, a szociális érzékenység vagy a szociális piacgazdaság igénye nem teológusi vagy közgazdászi erény, hanem a kereszténydemokrácia alapvető értékeinek gyakorlati megjelenítése. Izsépi Tamás a szó igaz értelmében humanista volt, nem csak jogász és politikus, hanem széles látókörű, rendkívül olvasott ember, a művészetek lelkes és szakképzett rajongója. Egy személyben képviselte azt a művelt nemzeti keresztény polgárságot, melyet a kommunizmus vérrel vassal ki akart írtani, amit ő átmentett és örökül hagyott politikai közösségünk számára. Adja Isten, hogy ezt az örökséget hűséggel megőrizzük. Köszönöm. Köszönöm szépen.